Üdvözöllek benneteket! Ezen a felvételen egy meglepetés vár rád. Lesznek változások, mert október 21-én a Hold eléri Uránusz bolygót. A Hold hatása alatt vannak kisebb változások, és Uránusz jelenti a nagyobb változásokat. Amit még Uránusz bolygó jelent, hogy itt lesz egy meglepetés, valami, amire eddig még nem számítottál. És miről van szó? Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Itt a gyűrűk jelentenek egy eljegyzést, vagy egy házasságot. Vagy valaki megkéri a kezedet, és lesz egy eljegyzés, vagy van esküvő a környezetedben, és lesz itt egy meghívás, amit a gyűrűk még jelentenek a kapcsolatot. Ez összeköt benneteket, így meg lesz egy tartós párkapcsolat, és később ez tényleg házassághoz vezethet. Amennyiben munkáról van szó, akkor a gyűrűk jelentenek egy szerződést. Itt ez a kép arra utal, hogy lesz egy kellemes meglepetés, valami örömteli. Az is lehet, hogy itt lesz egy meghívás, egy születésnap, mindkettő lehetséges. Egy eljegyzés, vagy egy születésnap, de ez jó számodra. Akármilyen irányba alakulnak most a dolgok, ez a változás szerencsét hoz neked. Itt látható az életerő. Ez most megvan nálad, és ebből adhatsz másoknak. Te segítesz másoknak a környezetedben. De azt is jelentheti, hogy te kapod meg ezt a segítséget, valaki erőt ad számodra. Amikor én ezzel a kártyával dolgozom, én nem csak azt az erőt szoktam mondani, amit kifele mutatsz, hanem a belső erődet, a hitedet. Higgy abban, hogy vannak itt jó kapcsolatok, szerződések, és történik valami a közeljövőben, ami téged így fellelkesít. Ez a kehely a tiéd. Vedd a kezedbe. Ez utal a te érzelmeidre, a belső hangodra is, hiszen megvan nálad ez a belső forrás, a te intuíciód, és ez segít neked a továbbiakban. Azon kívül jelentheti a szerelmet is, hiszen a kelyheknél a víz eleméről van szó, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket, ugyanúgy, mint a hold, hiszen a hold uralkodik az érzelmek felett. Itt megvannak a vágyak, a remények, az álmok, és hogyan tovább, ezt megnézzük itt a következő kártyánál. Valaki közeledik hozzád, felnéz rád, itt is lesznek változások. A fa arra utal, hogy itt kialakul egy tartós párkapcsolat, ahol ő úgy érzi, igen, most oda érkeztem, pontosan ez, amire szükségem van, hiszen itt le tudok gyökerezni, és ez a tartós párkapcsolat erőt ad számodra. És most megnézzük a cica-mica kártyát, és itt az olvasható, ups, mit látok én itt nálatok?
És ez azt jelenti, valaki nagyon-nagyon kíváncsi, tudni akar mindent. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!